Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. december 11-én hétfőn este 7 órakor. Mindjárt kezdünk! Idősügyi tanács. Utoljára ültek össze a tanácstagok a 2023-as évben. Megáldották a templomot, átadták a Szent Miklós díjakat. A Tanács Köztársaság Kárpátalján, könyvbemutató a levéltárban. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Utolsó alkalommal ülésezett az idősügyi tanácsa 2023-as évben hétfőn a Városházán. A tanács napirendi pontjai között tárgyalta a Meséld el nekem pályázat újbóli meghirdetését, egy időseknek szóló színházi előadás szervezését, valamint beszámoltak az idei év programjairól. Már elég régóta működik a Nyíregyházi Idősügyi Tanács ahhoz, hogy a kialakult hagyományok mentén szervezzék a programokat. A 2023-as év sem volt kivétel. Idén is volt például a Meséld el, illetve az Alkotóidősek pályázat, vagy a Városi Ki mit tud. Újdonsággal is készültek, többek között innovatív szemlélettel szervezték az Idősek Világnapját a Múzeumfaluban, valamint a Szépkorúak Akadémiáját, mely tematikája színesedett, többségében ismeretterjesztő előadásokkal. Az év úgy kezdődött, hogy a himnusz 200 éves évfordulóját ünnepeltük, és arról hallottunk nagyon nagyszerű előadást, de Petőfi év is volt, és azzal kapcsolatban is, és hát persze voltak egészséggel kapcsolatos, környezettel kapcsolatos előadások. Elmondhatom, hogy 2x6 előadás volt, és mind a 6 után én nagyon-nagyon lelkes, derűs visszajelzéseket kaptam. Hát ez már teljesen, hogy is mondjam, annyira, hogy a legutolsó előadáson az egyik hallgató megölelt és megpuszilt, és azt mondta, hogy jövőre is így. A tanács tevékenysége azt a célt szolgálja, hogy a nyíregyházi nyugdíjasok jó közérzetéért tegyen, aktív és színes programokat biztosítson számukra. A tagok ebben támogatóra leltek a város önkormányzata által. A városvezetésnek ez egy fontos feladata és örömteli feladata is, az idősekkel való foglalkozás, megbecsülésük és a város közösség az életébe való bevonásuk. Ugye ez sokaknak, akiknek a családjuk nem itt él, talán még többet is jelent, de én azt gondolom a közösség számára is. Ezért van ennyi sok program, a sportprogramoktól kezdve az idős akadémiák, ezért vannak azok a pályázataink, a meséddel és a többi, amivel aktivizáljuk az időseket, de hál' Istennek ők aktívak is, és ebbe kulcs szerepet játszik az idősügyi tanács. A nyugdíjasoknak szóló programok szervezésében kulcs szerepet játszik az idősügyi tanács. Dr. Kovács Ferenc, aki egyben a tanács elnöke, hozzátette, rendszeresen javaslatokkal, észrevételekkel élnek. 2024-re változatos eseménynaptárral készülnek. Jelenleg egy idősek számára szóló színházi előadásról folynak az egyeztetések, de tervben van a hagyományos programok felelevenítése is. A nyíregyházi advent fényes eseménye volt vasárnap délután a második gyertya meggyújtása. A Jászai Menyhért alpolgármester és Zsarnai Krisztián evangélikus esperes által vezetett ünnepi perceket az esőben is sok nyíregyházi követte a Kossuth téren. A díszkivilágítás és az óriás kerék fényei mellett a sztárfelépők sorában ezen a vasárnapon Veréb Tamás szórakoztatta a közönséget. Kedden és csütörtökön ismét nyíregyházi iskolások adnak adventi műsort a Városháza előtt felállított színpadon. Csütörtökön délután újra lapcsánka kóstolás lesz a belvárosban. Pénteken a város karácsonyi koncertje szól a Magyarok Nagyasszonya Társzékesegyházban a Kantémusz kórus műsorával. Aztán szombaton a Csernák házaspár szerepel, majd vasárnap a harmadik gyertya meggyújtása alkalmával Szabó Ádám lesz a sztárfellépő. 4 év munkája után kívül-belül megújult a Szent Miklós görögkatolikus székesegyház. A templomot bizánci liturgia szerint megáldották. A szertartásra egyházi és világi vezetők és méltóságok részvételével került sor. Az eseményen átadták a nyíregyházi egyházmegye legrangosabb elismerését, a Szent Miklós díjat is. Üdvözlünk, asszony, legyen, az Úrban, legyen.
szent liturgián áldották meg a kívül belül teljesen megújult görögkatolikus Szent Miklós székesegyházat. A szertartásra számos egyházi és világi vezetőt hívtak meg a hívek mellett. A három görögkatolikus főpap, Kocsis Fülöp érsek metropolita, Orosz Atanáz, a Miskolci egyházmegye és Szocska Ábel, a Nyíregyházi egyházmegye püspöke mellett megjelentek a Magyar Püspöki Konferencia tagjai és a világi vezetők sora, közöttük Román István, a Vármegye főispánja és dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. A székesegyház szentelése az ősi bizánci liturgia szerint zajlott. A felújítás még 2019-ben kezdődött, amikor a külső szépült meg, és az épület új sekrestjével is bővült. Majd a belső következett, a püspöki székesegyház lenyűgöző bizánci stílusú festést kapott. Kocsis Fülöp szentbeszédében azt emelte ki, milyen fontos szerepet játszott ez a templom a görög katolikusok életében, hiszen a kispapok is itt kezdik pályafutásukat. Itt váltunk pappá, nemzedékeknek a helyszíne volt ez. Hogy úgy mondjam, új fényt kapott ez a templom, új szépségben tündöklik. Miként görög katolikus egyházunk is igyekszik ezt az új fényt, ezt az új tündöklést megtartani és megőrizni. Arra építünk, amit kaptunk, de feladatunk, hogy új ragyogással, új világossággal töltsük meg az egyházunkat. A Szent Miklós székesegyház megáldásán a kormány nevében Soltész Miklós mondott beszédet. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, a kormány támogatásainak köszönhetően számos templom, oktatási és szociális intézmény újult meg és épült országszerte. Templomaink, közösségi épületeink megszépültek, vagy akár újak is épültek. Iskolák és óvodák szépültek, újak épültek. Olyan közösségi helyek épültek, mely a leginkább rászorult és elesett embereknek, legyenek azok szociális hátrányban lévőknek, legyenek azok a gyermekvédelemben lévőknek, majd cigány testvéreinknek a javát, illetve szolgálatát segítették. A Nyíregyházi Egyházmegye minden év decemberében Szent Miklós díjat adományoz azoknak, akik sokat tettek az egyházmegyéért. Idén a díjat Kocsis Fülöp érsek metropolita és Seres Tamás ikonfestő, restaurátor, a templom festésének vezetője vehette át. Szocska Ábel megyei püspök, a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora, a papság és a hívek nevében is tisztelettel és szeretettel köszöni meg excellenciás és főtisztelendő Kocsis Fülöp metropolita atyának az egyházmegyéért végzett áldozatos munkáját, és hálája és elismerése jeléül az egyházmegye kitüntetésében a Szent Miklós díjban részesíti. A templom az impozáns belső mellett új külső színezést is kapott, a meglévő két harangegy újjal egészült ki, lecserélték a templom teljes tetőhéjazatát, a nyílászárókat, megújult az elektromos hálózat és hőszivattyús hűtő-fűtő berendezés található az épületben. Jótékonysági gálaestet tartottak vasárnap a Vikár Sándor Zeneiskolában. A Jónak lenni jó elnevezésű adománygyűjtő akció idei kedvezményezettje a Semmel Weiss Egyetem Alapítvány. Az eseményen felléptek a Móri Zsigmond Színház művészei, többek között Pregicer Fruzsina, Horváth Margit, Kosik Anita, a három tenor, valamint a Vikár Sándor Zeneiskola művésztanárai és tanulói. Előzetesen 110-en váltották meg a jegyeket, valamint három vállalat összesen 900 ezer forinttal támogatta a jó ügyet. Így az már bizonyos, hogy több mint 1 millió forintot tud a nyíregyházi közösség felajánlani a koraszülött és vele született rendellenességgel élő gyermekek fejlesztésével foglalkozó alapítványnak. Az adományládát hivatalosan kedden nyitják fel, így a pontos összeget ekkor lehet majd megállapítani. A Tanács Köztársaság Kárpátalján című könyvet mutatták be a levéltárban.
A programról mindjárt beszámolunk, de előtte nézzük a nap további híreit. Egy balesetveszélyes fát vágtak ki a Megyfa utcában Kisteleki szőlőben. A Nyír VV munkatársai emelőkosárból forgalomkorlátozás mellett végezték a munkát. Az ittas és bódós sofőröket igyekeztek ma kiszűrni a rendőrök. Az országos akció keretében a megyeszékhelyen is több helyen is véletlenszerűen állították meg a járműveket, és ellenőrizték, a sofőrök nem fogyasztottak-e alkoholt. Az akciót azzal indokolták, hogy az ittas, illetve bódult állapotban történő járművezetés Európában és Magyarországon egyaránt kiemelt közlekedésbiztonsági kockázatot jelent, és egyike a három kiemelt baleseti oknak. Forgalomkorlátozás mellett szivattyúzta a távhőaknákban összegyűlt csapadékvizet a Nyírtávhő. Nyíregyházán több mint 350 távhőakna található, amelyekből csapadékos időjárás idején folyamatosan szivattyúzni szükséges az összegyűlt csapadékot. Egy héten belül már másodjára rongálták meg az okos zebra érzékelőjét a búzatéren. Az elkövető most sem jelezte a rongálást, ezzel pedig veszélyeztette a közlekedés biztonságát. Egyre gyakoribb a szabálytalan parkolás az Ibolya utcán. Az autósok sok esetben a behajtani tilos tábla ellenére is a szembeforgalommal hajtanak be, és az útpatkán is megállnak. A hatóságok ezért gyakran intézkednek a szabálytalankodókkal szemben. A Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei intézménye idei utolsó rendezvényén dr. Kosztyó Gyula sokak érdeklődésére számot tartó kutatását ismerhették meg. A Tanácsköztársaság Kárpátalján című most megjelent könyvében olyan források feldolgozásával mutatja be 1918 őszének erőszakos eseményeit, amelyek eddig feldolgozatlanul hevertek a kárpátaljai és magyar levéltárakban. 5 éve alakult az Erőszakkutató Intézet, mely egy névváltozáson ment át 2023-ban. Törekvése szerint a 20. század magyar polgárháborús időszakának az erőszakkal kapcsolatos törekvéseit próbálja feltárni. Az 1918 és 89 közötti minden háborúval és polgárháborúval kapcsolatos eseményét feldolgozni. Ebbe a sorba illik Kosztyó Gyula könyve, mely ennek az alul kutatott témának, a Tanácsköztársaságnak az aspektusait dolgozza fel. Ezzel a könyvvel és az egész kutatáson és a kutatóintézet is az a célunk, hogy ez a rengeteg trauma, ami felhalmozott és egymásra rakódott a 20. században, azt valahogy megpróbáljuk szétszálazni. Megpróbáljunk válaszokat kapni olyan kérdésekre, amit néha még föl sem tettek, és ha már megvannak a kérdések, akkor viszont el kell menni levéltárba, nagyon sok levéltárba járunk Magyarországon is, külföldön is, Kárpát-medencei régióban is, és megpróbáljuk nem csak magyar, hanem mondjuk román vagy szerb szempontból is megmutatni, hogy amikor mint Magyarországot megszállták 19-ben a románok, akkor ez egy milyen megélés története volt nem csak a magyar nyugtanyosi világnak, hanem a román elkövetők hogyan nézték ezt a történetet. Kosztyó Gyula kárpátaljai származású történészként ír a Ruszin az ukrán politikai szervezkedésről, a Tanácsköztársaság hatalomra kerüléséről, az égető földkérdés alakulásáról, a kommün helyi erőszakos eseményeiről, a proletár diktatúra kimúlásáról, valamint az utódállami megszállás menetéről. A kötetet dr. Révész Tamás a Magyar Kutatási Hálózat munkatársa mutatta be. Kosztyó Gyula könyve tulajdonképpen az első teljes magyar nyelven megjelent összefoglaló tudományos kötet a kárpátaljai és a kárpátaljai tanácsköztársaság történetéről, és ebben a formában tulajdonképpen egy úttörő vállalkozás. Egyaránt érdekes lehet ez a tanácsköztársaság, illetve egyáltalán az 1918-19-es forradalmak iránt érdeklődők számára, ugyanakkor érdekes lehet azok számára, akik Kárpátalja történetét szeretnék részletesebben megismerni, hiszen ez egy kulcsfontosságú időszak volt, az az időszak, amikor a magyar államiság megszűnt a területen, és a csehszlovák államiság lépett ennek a helyére. Kárpátalja közel 2 éve háborúban áll, vajon miért volt fontos most ennek a témának a feldolgozása? Egyrészt közel áll hozzám, hiszen Kárpátalján születtem és ott éltem, nem mellesleg ez a téma több évtizede feltáratlan, fogalmaz a szerző. Az elmúlt 2-3 évben számos levéltárból gyűjtött adatokat, mely új megközelítést ad a történelemnek. Emellett a vármegyénkben élő emberek hasznos információt találhatnak a könyvben, melyek kötődnek itteni településekhez. 8 levéltárból gyűjtöttem össze az iratot, és ennek a szintézise tulajdonképpen számos ponton lebont néhány, még ma is élő mitoszt. Az egyik, hogy csak egyet mondjak, és hogy ne sok mindent áruljak el a kötetből, az az, hogy Beregszászból például úgy
tudtuk, úgy írt a szovjet narratíva, történetalkotás, hogy volt egy ellenforradalom. Na most ez kiderült, hogy nem volt ellenforradalom, bár lett volna rá igény, de ahogy szokták mondani, érdeklődés hiányában elmaradt, és nem került sor. Ugye ez nagyon fontos volt 45 után, hogy úgy fessék meg a kommunista rendszert, hogy egy védekező harc közepette kénytelen volt elmenekülni. Valójában nem ez volt az esemény, hanem egyszerűen a román közeledés miatt elmenekült a kommunista közigazgatás. Nyilván ezt nem lehetett összeegyeztetni 45 után, és akkor termelődnek meg ezek a mitoszok, amit én úgy gondolom, hogy sikerült számos ponton lebontani a kötettel. Szakkönyvet tart a kezében az olvasó, melyhez a nagyobb könyváruházakban lehet hozzájutni. Elsősorban persze szakemberek figyelmére számít, de aki egy kicsit is érdeklődik a helyi történelem iránt, haszonnal forgathatja, fogalmazott a kiadó képviselője. Harmadik lett a tájföldi világkupa versenyen Tarjányi István. A nyíregyházi kerekesszékes vívó fontos ranglista pontokat szerzett, melyek alapján kijuthat a paralimpiára. Kétszer is vesztett helyzetből fordítva győzött Tájföldön Tarjányi István. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója előbb egy brazil versenyző ellen nyert úgy, hogy ellenfele 14-11-re is vezetett. A következő körben egy görög vívó ellen, aztán még nagyobb hátrányt ledolgozva 11-4-ről fordított. Közben sem jutott eszembe ez, hogy ezt nem nyerhetem meg. Küzdöttem, csináltam a dolgomat, és Béla is mondta az instrukciókat, az is sokat segített, és is sikerült fordítanom. Meg volt egy időszak, egy pont, amikor éreztem az ellenfelemen, a görög ellenfelemen, hogy ő feladta ezt fejben, amikor elkezdtem feljönni. Akkor biztos már, amikor nagyon volt a különbség, kicsit bele is nyugodott, mert tudom azért milyen érzés, én is valószínűleg ezt csináltam volna. Ott jöttem fel nagyon, és amikor ránézett ő hátal volt a kijelzőnek, tehát talált kijelzőnek, mikor megfordult, hátra nézett, hogy már mennyit adtam, és meglátta, hogy 11-11, ott éreztem azt, hogy ez megvan ez a meccs, és sikerült még beadni találatokat. Tarjányi István végül az elődöntőben egy kínai sportolótól kapott ki, és bronzérmes lett. A magyar válogatott dolgát nehezítette a világkupa versenyen, hogy 17 óra repülés és 9 órás buszozás után érkeztek meg a verseny helyszínére, ahol nem voltak ideálisak a körülmények. Nagyon nehezen éltük meg, ez egy nagyon nehéz verseny volt, nehéz körülmények között, az utazástól kezdve az ottani körülmények között, és hát nehéz ellenfeleket is kapott, de hátrányból mind a kettőt meg tudta verni, ráadásul úgy, hogy ezektől már a legutóbbi versenyeken kikapott sajnos, úgyhogy ezeket most mind helyére tudta tenni, és ez az önbizalmának egy versenyzőnek mindig nagyon-nagyon jót tesz, és egy ilyen karácsonyi ünnepek előtt ez, én azt gondolom, hogy önmagának is szerzett egy nagyon szép karácsonyt. Viszont az edzésekkel ugye haladnunk kell tovább, mert január 10-én már Cardiffban lesz a következő világkupa, kvalifikációs, úgyhogy nekünk munkával fog telni a karácsony is. A Nyíregyházi Sportcentrum igyekszik mindenben segíteni a sportolót, aki harmadik helyével fontos pontokat szerzett, és a világranglistán a közvetlen riválisai előtt áll. A Paralimpiai Bizottság az mindenféleképpen támogatja Pistinek a versenyeztetését, azonban egy olyan sportágról beszélünk, ahol az edzőnek is kult szerepe van. Mi a pákei edzőkollegánknak a útjait próbáljuk finanszírozni és segíteni, mert egyszer-kétszer már ráfaragtunk azzal, hogy nem ment ki vele edző, és akkor nem is olyan volt a szereplés, úgyhogy hatalmas hangsúlyt fektetünk arra, hogy teljesen optimalizáljuk ezeket a versenyeket. Tarjányi István tehát egy hónap múlva Velsben indul újabb világkupa versenyen, majd az Európa-bajnokság következik számára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Utolsó alkalommal ülésezett az idősügyi tanácsa 2023-as évben hétfőn a Városházán. A tanács napirendi pontjai között tárgyalta a Meséld el nekem pályázat újbóli meghirdetését, egy időseknek szóló színházi előadás szervezését, valamint beszámoltak az idei év programjairól. 4 év munkája után kívülbelül megújult a Szent Miklós görög katolikus székesegyház. A templomot bizánci liturgia szerint megáldották. A szertartásra egyházi és világi vezetők és méltóságok részvételével került sor. Az eseményen átadták a Nyíregyházi Egyházmegye legrangosabb elismerését, a Szent Miklós díjat is. A Magyar Nemzeti Levéltár Vármegyei Intézménye idei utolsó rendezvényén dr. Kosztyó Gyula sokak érdeklődésére számottartó kutatását ismerhették meg.
A Tanácsköztársaság Kárpátalján című most megjelent könyvében olyan források feldolgozásával mutatja be 1918 őszének erőszakos eseményeit, amelyek eddig feldolgozatlanul hevertek a kárpátaljai és magyar levéltárakban. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!